Elkerülő utat és autóbuszállomást is kialakítottak a nyírbátori ipari parkban. Jelentős energetikai korszerűsítés is megvalósult itt, összesen 2,5 milliárd forint értékű beruházást adtak át november elején. Az 57 hektáros területen működő cégek jelenleg is csaknem 5000 munkavállalót foglalkoztatnak. Mint azt Máté Antal, Nyírbátor polgármestere elmondta, a koronavírus okozta válságban az önkormányzat számára az volt a legfontosabb, hogy stabil gazdasági állapotot biztosítson, és újabb munkahelyeket hozzon létre. Ezt figyelembe vettük a költségvetés tervezésénél is, és figyelembe vettük a város működésével összefüggésben is. Itt nem csak a különböző szolgáltatások, közszolgáltatások, intézményműködtetést értem, hanem ebbe beletartozott az is, hogy számos beruházásunk indult el, elsősorban Európai Uniós forrásból, amit ebben az évben, 2021-ben szerettünk volna befejezni. A legfontosabb beruházások, amik ebben az évben megvalósultak, azok első körben mindenképpen az ipari park bővítését, közműfejlesztését kell kiemelni, ami évvégére, őszre fejeződött be és adtuk át. Ez egy összességében minden forrást összeszámolva, ez egy több mint 2 milliárdos fejlesztés volt, ami úthálózatbővítéssel, buszpályaudvarral és közmű, elsősorban elektromos hálózatfejlesztéssel járt. A közlekedés feltételei is fejlődtek Nyírbátorban. Európai Uniós támogatásból több kilométer hosszúságban épültek idén kerékpárutak. 71 bélakást is kialakítottak a város peremén. Ez a beruházás azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok helyben maradjanak és növekedjen a lakosság szám. Az ehhez kapcsolódó fejlesztéseket szeretné folytatni az önkormányzat. A legfontosabb igazából a lakókörnyezet, a biztonságos és 21. századi körülményeket biztosító lakókörnyezet kialakítása, ezért tovább folytatjuk azt a programunkat, amelyben a sűrűn lakott tömblakások környezetét teszi rendben, nem csak a zöld felülettel, nem csak a közösségi terekkel, játszóterekkel, parkolási lehetőségekkel, hanem a közbiztonság tekintetében is egyre több térfigyelő kamerát állítunk be a rendszerbe, és bővítjük ezeket a hálózatokat, és emellett ehhez kapcsolódóan olyan alapinfrastruktúrát is meg kell oldanunk, mint a csapadékvíz elvezetési rendszerek, a belterületi kerékpárút hálózatnak a további bővítése, a járdák fejlesztése, és a különböző oktatási intézmények, elsősorban ugye az önkormányzatnál lévő óvodai ellátás színvonalának az emelése. A polgármester hozzátette, Nyírbátorban példás összefogás jellemezte 2021-ben is a koronavírus elleni védekezést. A városvezetés ingyenes teszteket biztosított a vállalatok, az önkormányzati és az állami intézmények dolgozóinak egyaránt. A rászoruló családok és a nyugdíjasok az év során többször, legutóbb most karácsony előtt is vitamincsomagot kaptak. Ezt a programot a járványhelyzet alakulásától függően 2022 első felében is szeretné folytatni az önkormányzat.